Ösztönzik a gyermekvállalást, duplájára emeli a kormány a kétgyermekes családok adókedvezményét. 2019-ig folyamatosan növekszik majd a támogatás összege. Segítség a mély szegénységben élőknek. Az elmúlt években több mint 8 milliárd forintból 55 településen valósultak meg telepi felzárkóztató programok. Adj vért és add tovább. Rendhagyó közösségi víradó kampányt indított a Magyar Vöröskereszt. A nyári meleg és a szabadságolások miatt ugyanis csökken a víradói aktivitás. Duplájára emeli a kormány a kétgyermekes családok adókedvezményét. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! 2019-ig folyamatosan növekszik majd a támogatás összege, így 4 éven belül már gyermekenként 20 ezer forintot kaphatnak a szülők. Az intézkedés megközelítőleg 330 ezer család megélhetését segíti majd országszerte. Rendszeres adókedvezményt minden gyermek után igényelhetnek a családok, a támogatás összege viszont nem egységes. Míg a 3 gyermekesek 33 ezer forintot, az 1 és 2 gyermeket nevelő szülők mindössze 10 ezer forintot kaptak eddig gyermekenként. A családok helyzetének javulásáért a következő 4 évben duplájára, tehát 40 ezer forintra nő a 2 gyermekeseket érintő összeg, jelentette be Novák Katalin, család és ifjúságért felelős államtitkár hétfőn délután. Az 1 és 2 gyermeket nevelőknél is gyermekenként 10 000 forint családi adókedvezmény jár. Ez azt jelenti, hogy egy 2 gyermekes család jelenleg 20 ezer forint családi adókedvezményt tud havi szinten érvényesíteni, és ezt a rendszert fogjuk úgy bővíteni, hogy a jövő évtől évente 5 ezer forinttal, azaz jövőre 25 ezer forintra, és így tovább egészen 40 ezer forintig fogjuk 2019-re duplájára felemelni a 2 gyermekesek családi adókedvezményét. Ez éves szinten 2019-ben plusz 240 ezer forintot jelent egy családnak, tehát csak családi adókedvezménynek köszönhetően egy 2 gyermekes család 2019-ben már közel 500 000 forintot tud majd megtakarítani a jövedelméből. Megyénkben összesen 34 ezer 2 gyermekes család van. A támogatás megemelése nagy részük anyagi helyzetén is segíthet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 18 év alatti 2 gyermeket nevelő családoknak a száma az párkapcsolatban egy ilyen 18 ezer, és ehhez jön még közel 4 ezer egyszülős család, tehát összesen ez egy ilyen 23 ezer körül van a 34 ezerből. A kedvezmény fő célja a szülők terheinek csökkentése, valamint hogy a gyermekvállalás ne legyen anyagi kockázat függvénye, mondta Novák Katalin. Az elmúlt években több mint 8 milliárd forintból 55 településen valósultak meg telepi felzárkóztató programok a mély szegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációját segítve. Tájékoztatta szerkesztőségünket Langerné Viktor Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára, aki Ébrányban vett részt egy helyi felzárkóztató projekt zárórendezvényén. A roma integráció egyik fontos feltétele a hátrányos helyzet megszüntetése, az esély megteremtése, amely közösségformálással és képzésekkel érhető el. Ibrányban komplex programot valósítottak meg, ahol az egészségügyi felvilágosítástól a képzésen át többféle területen folyt a munka. Komplex teleprogramok sajátossága, hogy 5 programelem mentén dolgoznak, 5 programelem egymásra épülésével próbálnak segíteni a hátrányos helyzetű embereken. Ez az 5 programelem egészségügyi, foglalkoztatási, oktatási, lakhatási és közösségemlítési programelem. A programelemek mentén rendezvényeket szerveztünk, működtetünk különböző szolgáltatásokat, például tanoda, van egy nefeles tanodánk, ahol gyerekek járnak, és napi felzárkózási lehetőséget biztosítunk számukra. Van szociális fürdő és mosodánk, a program keretében működik szociális ügyelet, ahol bárki bármilyen problémás ügyel fordulhat a szakemberekhez, és segítséget nyújtanak. Tehát nagyon sokrétű a projekt, és pont az a lényege, hogy komplex módon egymásra épülve kezelik a problémákat. A programra 142 millió forintot nyert pályázaton az önkormányzat, és több mint 100 főt tudtak bevonni, akik közül sokan szakmát is szereztek, amellyel el is tudtak helyezkedni vagy cégeknél, vagy az önkormányzatnál. Kertészeti képzés, festőképzés volt benne, ami nagyon fontos, hiszen akik részt vettek ezen a képzésen, egy parkosításnál már jobban hasznosíthatók, egy kicsit értenek hozzá, vagy lakások felújításán, gipszkartonozásnál teljesen másként nyúl hozzá, érezni a hatását.
A szegregátumban élő általános iskolás gyermekeket is bevonták a programba. Részükre tanodát működtetnek, ahol segítséget nyújtanak az iskolai házi feladatok elkészítéséhez és a tanuláshoz. Ezzel a romák iskolai sikerességét, továbbtanulását szeretnék elősegíteni, hogy javítsák későbbi esélyeiket. Az Ibrányi rendezvényen részt vett Langerné Viktor Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára, aki elmondta, az elmúlt években több mint 8 milliárd forintból 55 településen valósultak meg telepi felzárkóztató programok, a mély szegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációját segítve. Ez a munka ez folytatódni fog. Egyrészt az Emberi Erőforrás Operatív Programban is tervezzük ennek a folytatását. Azért is fontos ez, mert hogy Magyarország Brüsszelen megállapodott, hogy a partnerségi megállapodást aláírtuk, és abban már szerepel, hogy Magyarország körülbelül minden hetedik telepet, szegregátumot valamilyen módon megszólítja, megközelíti. Úgyhogy ezt azért tartanunk is kell, ugye ezt meg is kell valósítanunk. A másik forrás pedig ugye területi operatív programok, ami a városoknak a rehabilitációját fogja segíteni. A projekt zárón az is elhangzott, hogy a 2012. október 1-i indulás óta már 41 közösségi rendezvényt valósítottak meg. Többek között romanapot, táncházat, családi napot, helyi csillagszületik vetélkedőt, és csatlakoztak az országos TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióhoz is. Adj vért és add tovább! Ezzel a szlogennel indított rendhagyó közösségi véradó kampányt a Magyar Vöröskereszt. A nyári meleg és a szabadságolások miatt csökken a véradói aktivitás. Naponta legalább 1000 véradóval többre lenne szükség országszerte. Naponta legalább 2000 véradó kell a megfelelő vérellátás biztosításához. Ehhez a Vöröskereszt évente 13 000 véradó eseményt szervez, amin közel 400 000 jelennek meg. Egy véradással akár 3 ember élete is megmenthető. Ilyenkor nyáron mindig gondok vannak a véradás szervezéssel, bár sajnos most elmondhatom, hogy évelejétől és tavaly évvégétől gondok vannak már. Kevesebben jelentkeznek vért adni, mint korábban, nem is kevés létszámmal, több mint 1000 fővel kevesebb arányosítva ugye az év közepéig a véradók száma. Ami nagy gondot jelent, és ami ugye a gyógyuló betegek szempontjából pedig kihagyhatatlan, hogy valamit tegyünk érte, hogy ne így legyen. Ezért született meg az Országos Igazgatóság kommunikációs szakembereinek a döntése, hogy nyárra kell egy véradó kampány, ami most indult július 17-én. A nyári kampány különlegessége, hogy a véradók egy szál virágot vagy egy üveg bort kapnak ajándékba, amiért cserébe a szervezők azt kérik, hogy a következő véradásra hívjanak valakit magukkal. Vannak, akik példát mutatnak a leendő véradóknak, Balog Barnabás már mintegy 70-szer adta vérét embertársaknak. Már 1984-től adok vért, igaz még akkor nem túl rendszerességgel, de egy időben, amikor ismerőseim között volt olyan, aki súlyos beteg volt, és műtétre szorult, és nagyon sürgősen vért kellett, hogy kapjon, akkor határoztam el, hogy segítek rajta, akkor elmentem, vért adtam, és innentől kezdve gyakorlatilag évente 3-4-szer elmegyek, és vért adok. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy minél többen csatlakozzunk, és adjunk vért. Gyakorlatilag így tudunk segíteni olyan embertársainak, akik bajban vannak, gyors segítségre van szükségük. A véradás.hu-n és a közösségi oldalakon várják a véradás közben készült szelfiket, valamint elérhetők mobil alkalmazások is, amelyek megmutatják, hogy a közelben hol lehet vért adni. Kormányablakká alakítják a nyíregyházi okmányirodát, ezért szünetel az ügyfélfogadás július 22-én és 23-án, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal. Akiknek a fenti időpontra már sorszáma vagy elektronikusan foglalt időpontja van, a nyíregyházi járási hivatal újfehértói és rakamazi kirendeltségei működő okmányirodákat kereshetik fel. Akik nem tudnak elutazni ezekre a kirendeltségekre, július 24-én már a megszokott időben 8 órától 18 óráig intézhetik ügyeiket Nyíregyházán. Napokon belül befejeződnek a munkálatok Máriapócs belvárosában. A központ új piacot és hivatali épületet kapott, valamint felújítják a járdákat, az utakat és a környező parkokat is. A város megújulása kiterjed az egyházi épületekre is. Családos zarándokhelyek és zarándokutak várják a nyári látogatókat.
Az önkormányzati fejlesztések várhatóan augusztus 20-ára fejeződnek be város szerte Máriapócson. Az idén esedékes három évente megrendezett pócsiak találkozóján már bemutatják a megvalósult beruházásokat. A felújított belváros lesz a helyszíne számos városi és egyházi programnak is. A napokban fejeződik be a városközpontnak a felújítása, a piac, új hivatal és minden ehhez kapcsolódó utak, parkoknak a létrehozása, és készülünk a nyára, hiszen nagy rendezvények lesznek. Többek között az egyházi rendezvényen, ami a legfontosabb, nekünk nagyon fontos lesz a pócsiak találkozója. Három évente hívjuk haza a pócsra elszámazottakat, és akkor beszeretnék mutatni az új városfejlesztést, ami megvalósul. Az önkormányzati beruházások mellett több egyházi fejlesztés is folyamatban van. A kegytemplom mögötti üres téren a Nemzetiségek háza épül, a régi zarándokház mellett a Családvár zarándokház készül elvárhatóan októberre, ami alatt egy kiállítótér is fogadja majd a városba látogató családokat. Az Emmanuel Zarándok Központ mögött látható a Noé Bárkája Fantázia nevet viselő csodálatos játszótér, amelyet most a gyermekbúcsú alkalmával adtunk át a híveknek. Ezt az Ilona Malon műhely Kapolcsi cég készítette el, akiknek jellemvonásuk, hogy nem csupán játszótereket, hanem egyfajta művészeti alkotásokat adnak a nagy érdeműnek. A Pápa téren, ahol annó II. János Pál pápa misézett, és a Jézus szobor látható, a szomszédságában fogják felépíteni a Pócsi Csodák tornyát, amely egy 21 méter magas fatorony lesz, és terveink szerint nagyon-nagyon bízok benne, hogy úgy kerül kialakításra, hogy a Mária Pócshoz köthető csodatörténések lesznek kis táblán elhelyezve, egészen a csúcsik, ahol a három könnyezés története olvasható. Továbbá lesz a Boldogságok útja, a Zarándok út, ami körülbelül 12-13 kilométer hosszú Mária Pócsot körül ölelő saját kis zarándok útunk lesz. A Boldogság egyes stációjánál pihenőpontokat alakítunk ki. Az Emmanuel Zarándok Központ eszközbeszerzésének köszönhetően 30 kerékpárt is kapott a város, amelyekkel szintén bejárható a Zarándok út. Csökkenti 9 forinttal a 95-ös benzin és 3 forinttal a gázolaj literenkénti árát szerdán a MOL. A 95-ös benzin átlagára 383-384 forintra, a gázolajé pedig 365-366 forintra csökken. A benzin ára tavaly szeptember és 2015. január között mintegy 100 forinttal csökkent. Az utóbbi 5 hónapban ugyanakkor fokozatosan 70 forinttal emelkedett. A gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára február eleje óta csaknem 40 forinttal lett magasabb. Az autósoknak továbbra is érdemes figyelni az árakat, mivel a kutaknál 15-25 forintos árkülönbségek is előfordulhatnak. Álló kamion pótkocsijának ütközött egy mikrobusz a 4-es főúton hétfőn Berkesnél. A balesetben 8-an sérültek meg. A mikrobusz székely felől Nyírtas irányába haladt, azonban a jármű vezetője figyelmetlen volt, nem vette észre időben, hogy előtte a gépkocsik forgalmi okból megálltak, így az előtt álló kamion pótkocsijának ütközött, majd a jobboldali patkára vágódott. Így sérültek meg a mikrobuszban utazók. 11 millió forintos minisztériumi pályázatot nyert a Sóstói Múzeum falu. Az összegből a 9 hektáron található régi épületeket újítják majd fel. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Ritka félmajom, sárga szakállas maki született a Nyíregyházi állatparkban. A kölyök most 3 hónapos, a kicsivel együtt már 6 tagot számlál a maki csapat. Elkezdték a felkészülést a nyíregyházi tekézők. A Superliga legutóbbi szezonjában 7. helyen végző együttes változatlan játékos kerettel vág majd neki az immár 12 csapatos bajnokságnak. Millió forintos minisztériumi pályázatot nyert a Sóstói Múzeum falu. Az összegből a 9 hektáron található régi épületeket újítják majd fel. A múzeum falu aktívabb átétele is folyamatban van. Júliustól például hagyományos, vidékre jellemző állatokkal népesítették be a Tirpák portát. Minisztériumi pályázatot nyert a Sóstói Múzeum falu. Ennek eredményeként 11 millió forintból újítják fel a nem megfelelő állapotban lévő épületek egy részét.
több mint 80 épületünk van, lakóházak, gazdasági és közösségi épületek, és ezek nagyrészt náddal, zsindellyel vannak fedve, és bizony ezek az évek alatt elhasználódnak, és mint ahogy egy családi háznál is minden évben van valamilyen javítani való, hát ugyanígy a múzeumfalu épületein is. A sóstói múzeumfalu évről évre a népi hagyományokhoz hű kikapcsolódást biztosít látogatói számára. A vendégek a régi lakóépületek, istállók és egykori eszközök mellett ezentúl állatokkal is találkozhatnak a Tírpák portán. Az új állatok a Nyíregyházi Állatpark és a múzeumfalu együttműködésének köszönhetően érkeztek. Etetésükről és egészségügyi ellátásukról az állatpark gondoskodik. Egy állatsimogatót alakítottunk ki a Tírpák portánkon, és ott a látogatóink test közelbe kerülhetnek egy parasztportának az állataival. Vannak apró jószágaink, és vannak négy lábúak, kecskék és birkák, és ezekhez oda lehet menni, közel lehet menni, lehet őket etetni és simogatni is, mert hozzászoktak már a látogatókhoz. A múzeumfalu színes programokkal és kézműves foglalkozásokkal várja a vendégeit, de már készülnek az augusztus 20-ai rendezvényekre is. Ritka félmajom, sárga szakállas maki született a Nyíregyházi Állatparkban. Az országban egyedülálló módon csak Nyíregyházán élnek tenyész csapatok. A kölyök most 3 hónapos, a kicsivel együtt már 6 tagot számlál a maki csapat. A sárga szakállas félmajmok a barna makik családjába tartoznak, külön alfajt képviselnek. Eredetileg Madagaszkártól 400 kilométerre élnek, Magyarországon pedig csak a Nyíregyházi Állatparkban láthatják az érdeklődők. A 3 hónapos kölyök maki 130 napi vemhesség után született. A 3 hónapos sárga szakállas maki bébi igazi akrobata, jórészt a fák lombkoronája között tartózkodik, és most már fény derült az ivarára is, hiszen eddig az anyja hasán vagy hátán tartózkodott, most azonban már ismerkedik a külvilággal. A fiatal ember most még anyatejjel táplálkozik jórészt, de nagyon kedvele a lédús takarmányt, kedvence a banán. A kölyköt az állatpark vendégei test közelből is láthatják, hiszen a csapat a maki erdőben él, ahová a látogatók beléphetnek az állatok közé. Elkezdték a felkészülést a nyíregyházi tekézők. A Szuperliga legutóbbi szezonjában 7. helyen végző együttes változatlan játékos kerettel vág majd neki az immár 12 csapatos bajnokságnak. Fintáig augusztus elején a hagyományoknak megfelelően dobóállásba lépnek majd a marosvásárhelyi Maros kupán. Első szuperligás évében a 8., legutóbb a 7. helyen zárta a szezont a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az előttünk álló bajnokságban az előrelépés jegyében a 6. helyet célozza meg az NTK. Az, hogy a legmagasabb osztály létszáma 10-ről 12-re nő, megkönnyítheti Fintáig dolgát, az viszont nehezítheti, hogy jelentősen átrendeződtek az erőviszonyok a nyári szünetben. Már látjuk előre, hogy egy feljutó szolnok is elég erősen beerősített, úgyhogy ők se lesznek a kieső jelöltek között. Budapesten történtek, azt lehet mondani, változások a BKV-nál, illetve a Fradinál. A BKV valamelyest meggyengült, míg a Fradi bődületesen megerősödött, 2 válogatott játékost igazolt, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az a hátsó közép alakzat sem lett annyira rossz. Az élmezőről meg azt lehet mondani, hogy tovább távolodnak majd hozzánk képest, azt lehet mondani. Ugyanis erősített a Répcelak is, a Győr csapata leigazolta a világbajnok Kakuk Leventét, ott a ottani autógyártó cég egyéni szponzorként szállt be a tekébe, úgyhogy ott is mindenképpen előrelépés várható, míg a Szegedről 2 válogatott játékos távozott, de helyükre friss szerb világbajnokok érkeztek, úgyhogy azt lehet mondani, hogy minden idők egyik legerősebb magyar bajnoksága várható, ami az élmezőnyt illeti. A nyíregyháziak változatlan kerettel készülnek, az viszont előrelépés, hogy a korábban csak a meccsekre érkező Mogyorósi Péter a jövőben együtt tud edzeni a társaival. A tavalyi szezont középcsapatként zártuk, személyemben is úgy gondolom, hogy egy közepes teljesítményt tudtam nyújtani, edzés lehetőség kevesebb volt számomra. Idén úgy néz ki, hogy hazatérek Nyíregyházára, munkám folytán és a csapathoz is, és újult erővel vetem bele magam a 2015-ös őszi szezonba.
A Szuperliga szeptember első hétvégén rajtol, a nyíregyháziak a nyitófordulóban a BKV előre csapatát fogadják. Fintáig augusztus elején a Marosvásárhelyi Maroskupán, augusztus közepén pedig a nagysárosi Sáriskupán lépnek majd dobóállásba. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Duplájára emeli a kormány a két gyermekes családok adókedvezményét. 2019-ig folyamatosan növekszik majd a támogatás összege, így 4 éven belül már gyermekenként 20 ezer forintot kaphatnak a szülők. Az intézkedés megközelítőleg 330 ezer család megélhetését segíti majd országszerte. Az elmúlt években több mint 8 milliárd forintból 55 településen valósultak meg telepi felzárkóztató programok, a mély szegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációját segítve, tájékoztatta szerkesztőségünket Langerné Viktor Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára, aki Ibrányban vett részt egy helyi felzárkóztató projekt záró rendezvényén. Adj vért és add tovább. Ezzel a szlogennel indított rendhagyó közösségi véradó kampányt a Magyar Vöröskereszt. A nyári meleg és a szabadságolások miatt ugyanis csökken a véradói aktivitás. Naponta legalább 1000 véradóval többre lenne szükség országszerte. A Kölcsei Televízió keddi híradóját látták. Friss hírekkel holnap este jelentkezünk, híreinket addig is nyomon követhetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is napos meleg időre számíthatunk, fokozódik a hőség, mivel délnyugat felől továbbra is igen meleg, száraz levegő áramlik térségünk fölé. Éjjel nagyrészt derült lesz az ég, csapadékra sem kell számítani, a délies szél is mérsékelt marad. Reggelre általában 19 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a sok napsütés mellett délután gomoly felhők is megjelennek, de csapadék nem valószínű. A délies szél továbbra is mérsékelt marad, délutánra 35 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hét további részében is marad a kánikula, de péntektől megközelít minket egy hideg front, melynek előterében heves záporok, zivatarok is kialakulhatnak viharos szél kíséretében. Ez a front vasárnap vonul át fölöttünk, így a jövő hét első felében több fokkal visszaesik a hőmérséklet, számottevően enyhül a hőség.